Feldíszített luxusautók látványa fogadta a színház épület előtt a kíváncsiskodókat. Az épületre térve szemegyönyörködtető álomruhák, látványos virágkompozíciók, nászut ajánlatok és alkalomhoz illő asztaldíszek, terítékek, torták, csokoládék és gyümölcskompozíciók. Minden, ami szemszájnak ingere. A látványt programok kísérték. Nagyon sikeresek ezek a kiállítások, tehát mindenki mondják, hogy egyre inkább jönnek azok a fiatal párok, akik keresnek, tényleg konkrét ötletekkel és kívánságokkal jönnek hozzánk, és aztán itt remélhetőleg meg is találják azt, amit éppen keresnek. Az idei rendezvény milyen újdonsággal szolgálhat? Hát azt hiszem, talán a legnagyobb, mondhatnám, hogy újdonságunk az, hogy Makány Mártát sikerült meghívnunk. Ez az egész országban egyedülálló, hogy vidékre le tud jönni és egy divatbemutatót tud tartani, ami számunkra azért is nagy élmény, mert a könyve is az esküvőről most jelent meg. Úgyhogy mondhatom azt, hogy ez a divatbemutatóm a könyvbemutató is, és divatbemutató is lesz az ő ruháiból. Az esküvő kiállítás Keszthely városában mára egyik legjelentősebb télvégi rendezvény. Minden keszthelyi rendezvénynek van valamilyen jelentősége. Én ebben azt találom meg, hogy kihangsúlyozza Keszthely város szépségét és fontosságát. Talán egy ember esetében a gyermekének a születése után mondjuk az esküvő az, amelyik a legfontosabb nap vagy napok egyike, és nem mindegy, hogy ez hogy sikerül. És Keszthely városnak az épített és természeti környezete olyan, amely eddig is sok fiatal párt vonzott ide, és én úgy érzem, hogy ezekkel a rendezvényekkel ez a szám csak fokozódhat. Tehát én abban látom a jelentőségét, hogy ha ezt a rendezvényt sokan eljönnek és megtekintik, beleszeretnek a városba, ha eddig még nem lettek volna szerelmesei, nem csak a párjuknak, és egyre többen és többen fogják Keszthelyen kimondani a boldogító igent. Ez jó a városnak, hiszen ez propaganda számára, és nem utolsó sorban jó az itt élő vállalkozóknak is, hiszen nagy valószínűséggel az ő szolgáltatásaikat fogják igénybe venni. Erre az egy napra nagyon készül minden fiatal pár egykoron, az 1990-es évek végén. Emlékszik-e, mi volt a trendi? Hát a kérdése arra utal, hogy az én saját esküvőmön hogy zajlottak a dolgok, akkor most lehet, hogy egy picit ünneprontó leszek. Nem emlékszem mindenre, természetesen sok szép dologra igen, és biztosan sok apróságra nem. A trendi, akkor is a szépség, a jóság, a tisztaság és az őszinteség volt. Lehet, hogy persze mások a körülmények, mások a külsőségek. A külcsíny változhat, a belbecs biztos nem. Fő a jó érzés és a szeretet. A magyar divattervező Makány Márta ruháinak bemutatójára megtelt a színházterem. Makány Márta esküvői ruháit Ausztráliától Japánig ismeri a világ. A keszthelyi közönség első kézből tudhatta meg, mi a trendi 2011-ben? Az a trendi, hogy divatosak legyünk, de azért valósítsuk meg álmainkat, hogyha királylányok szerettünk volna lenni, akkor legyünk királylányok, hogyha egyszerű ruhát szerettünk volna, akkor ne hallgassunk senkire, és legyünk egyszerűbb ruhában. Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Tehát az ember nem mindig tud önállóan dönteni a kérdésben. Én szerintem ugye az is szakember, aki egy kölcsönzőben dolgozik. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van tanácsra. Lehet, hogy bátortalan, nem látja, hogy ő milyen szép, milyen csinos, és nyugodtan mindenképpen menjünk szakemberhez, vagy tervezőhöz, vagy egy megfelelő színvonalú szalomba. Amikor álmodunk, mi a tapasztalat? Mit mondanak a nők, a lányok, hogy miről álmodtam? Tehát mi a legtöbb, amit hallunk? Én pont fordítva látom, hogy először azt mondják, hogy jaj, ő nem akar nagyot, ő valami egyszerűbbet akar, kicsit tart attól, hogy ő bátran öltözködjön, és aztán amikor fölpróbál egy nagyobb ruhát, akkor jön rá, hogy jaj, hát ő mindig ilyen szeretett volna lenni. Követünk mindig egy divatot.
ebben az évben, és hát az elmúlt évben is milyen színeket használtak legszívesebben tervezőként és ruhakészítőként? Hát az esküvőben ugye van az eredeti klasszikus hagyományos fehér, nagyon sok évig azt mondták, hogy hát inkább az ekrű, de én nagyon szeretem a szép fehér ruhákat is, és a nagyon különleges ekrű ruhákat is, és vannak olyan menyasszonyok, akik valamilyen színnel kombinálják, arannyal, ezüsttel, kékkel, zölddel, azzal a színnel, ami neki egyébként is a szívének kedvenc szín. Ki diktál nekünk az esküvői ruhákat illetően? Esküvői, hát úgy általában a divat diktál, hiszen az esküvői ruhákra is hat a divat. Hát a nemzetközi trendek mondják meg, hogy milyen stílusú ruhákat érdemes fölvenni. A tömegeket vonzó rendezvényen a Goldmark Károly Művelődési Központ meghirdette a Mondj igent a főtéren című pályázatot. A pályázat egy lehetőség a házasulandó pároknak, hiszen sorsolással fogják eldönteni, kinek lesz a násznagya Keszthelyvárosa.